60 helyszínen több mint 200 program, koncert, színház, filmvetítés, illetve egyéb kísérő esemény zajlott a fesztivál 9 napja alatt. A Móri Zsigmond Színház nagy színpada és a Krúdi Kamara mellett a Rózsakert szabadtéri színpad is helyet adott a legnépszerűbb hazai, illetve határon túli magyar színtársulatoknak. Így láthatott a közönség 18 vígjátékot és zenés színpadi produkciót. Versenyen kívül aztán előadások születtek a Kossuth téri nagy színpadon is. Elég színes lett a műsor, tehát sokféle igényt kielégít. Vannak, hogy mondjam, kifejezetten bidoros előadások, és vannak, hát hogy mondjam, szomorúabbak, vagy drámaiabbak, vagy szívhez szólóbbak. És aztán vannak mondjuk ezeken túlmenő produkciók. De nagyon jó kis műsor alakult idén ki. Élveztem. Most mondom, még egy nap hátra van, az boríthatja a bilit. Szombat éjszakára csak kicsit színezte a zsűri eredeti rangsorát az utolsó két előadás. Nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen 4 produkció kapott díjat. Mindenek előtt a Játékszín életre valók előadásában szereplő Zsúrskati lett a Hippolit, vagyis az életműdé. Ez az előadás lett a legjobb nagyszínpadi produkció a Dottore díj tulajdonosa. Rendezője Horgas Ádám, a fesztivál legjobb rendezője. A legjobb kamaraszínpadi előadás címét a varsói Melódia nyerte, és vele Tompos Kátya a legjobb női alakításért járó Kolombina díjat. A legjobb díszletért Horesnyi Balázst, a legjobb férfi alakításért pedig Kőszeg Jákost, a Király beszéde tervezőjét és színészét jutalmazta a zsűri. A legjobb női epizód szerepért Ulma Mónikát és partnerét a Táncórákban Jószan László díjazták. A versenyprogramban a szabadtéri színpadon szereplő Menopauza lett a legjobb zenés szabadtéri előadás, Pap Janó pedig a legjobb díszletért járó díjat kapta. Boldogan mondhatom el mindenkinek, hogy ez idén az 5. nyírségi Limerick bajnokság, és aki esetleg nem tudná. Ez a Limerick bajnokság mindig úgy történik, hogy a Kelet-Magyarország és a Vörös Postakocsi pályázatot hirdet, amire bárki, akinek kedve szottyan, egy 5-soros limerickkel nevezhet. Ezeket a limerickeket kapjuk mi meg, és versenyeztetjük meg itt egy úgynevezett balkáni show keretein belül. Bokáig katarzisban tér majd haza a közönség, ígérte a Limerick bajnokság szervezője. Végül a The Bieber's együttes éléről Puskás Peti, aki az esti koncert előtt beszélt a zenekar életérzéséről. Én azt mondanám, hogy egy melankolikus veretés a Bieber's, amikor szomorúan bulizol. Én szerintem ez a Bieber's, és az én hattyú halálom. Ahogy a végén annyira kimerülök a koncert végére, hogy gyakorlatilag alig tudok már lemenni a színpadról, inkább lehúznak a többiek. De ez a király benne, hogy egyszerűen van az egy óra, amikor felmész, vagy másfél óra, és elveszítheted az eszed.